Jó estét kívánok minden kedves vendégünknek, érdeklődőknek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az idei első adventi vasárnapon. Ilyen szép környezetben tudunk ünnepelni ma este. Ez egyrészt az önkormányzatnak köszönhető, mert valóban szépé tette a főteret. Azon kívül köszönhető azoknak, hogy karácsonyfát felállították, akik a szökőkutat földíszítették, a Katolikus Egyház közreműködését is köszönjük, valamint a sok szorgos kezet, akik a forrad bort és a teát fogják nekünk biztosítani, illetve hát nem utolsó sorban a minden vasárnapi iskoláknak a közreműködését, a műsorát is már most előre megköszönöm, és mindenkinek jó szórakozást kívánok, illetve élménygazdag estét a mai napra. És most első alkalommal fölkérném polgármester urat, hogy ossza meg velünk adventi gondolatait. Utána pedig a katolikus iskola műsora következik, utána pedig a atya megáldja az első gyertyát. Advent van, ismét eljött, ismét eltelt egy év, kezdődik egy új egyházi év. Az advent a várakozás ideje. Várakozunk arra, hogy az Úr eljöjjön. De hova is jön az Úr? Ide Kiskunmajsára. Véleményem szerint mindenkihez el fog jönni, aki megnyitja a szívét, aki a lelkét megnyitja előtte, és aki hívja és várja őt. Nem biztos, hogy testben, de hogy szellemben és lélekben ott lehet bennünk, mindannyiunkban, az teljesen biztos. Az adventhez nagyon sok szokás társul. Amikor évszázadokkal ezelőtt a 4. században az első adventet megünnepelték, akkor karácsony után vízkeresztig tartott, ez egy 3 hetes időszak volt. Változott az ünnep, átkerült idővel a 5. században már karácsony elé, és változott annak kötelező jellege, vagy éppen az egyházon belül, mint az egyházi évhez kapcsolódó alkalma is. És ez az ünnep, ez egy hosszú ideig tartó ünnep. Hosszú idő kell ahhoz, hogy a földi ember valahol önmagába, nem máshol, csak és kizárólag a lelkében megtalálja az Istent. Azt, akire kinyitja a szívét és kinyitja a lelkét. Én úgy gondolom, hogy az adventhez kapcsolódóan nagyon sok szokást sikerült kialakítani itt Kiskunmajsán is. Hiszen megjelent a betlehemi jászol, adventi alkalmak vannak, advent vasárnapi ünnepségek, adventi gyertyagyújtás, és a katolikus egyházban 3 rózsaszín gyertya és 1 lila gyertya meggyújtása, a reformátusoknál 3 piros gyertya meggyújtása, és otthon pedig mindenféle, de fontos, hogy adventi fény gyújjon az otthonokban. Az adventi fény lehetőséget hordoz arra, hogyha azokat a pillanatokat, amelyek itt hidegek, kívül a mindennapok valóságában lehet, hogy komorak, lehet, hogy a mindennapok megélése kapcsán talán nehezek, de belül az Istenhez való fordulásunkkal mindenképpen melegebbek tudnak lenni. Nekünk mindannyiunknak egy lelki fölkészülés az advent, és kívánom önöknek, mindannyiuknak, hogy
Ez az ünnepi adventi felkészülés, amelyet nagyon köszönök a Majsa Alapítványnak és a Katolikus Egyház közösségének, hogy lehetőséget biztosít arra nekünk, itt Majsán, közösen. Várjuk az Úr eljövetelét, várjuk azt, hogy bennünk is megtestesüljön, várjuk azt, hogy a magunkban lévő Isten megjelenjen. Én ehhez az úthoz kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, szeretetteljes közösséget, és sok mosolyt egymás arcáról. Sok mosolyt, baráti simogatást, családi békét, és a településen is egy olyan jövőt, amelyben a gyermekeink boldogan tudnak majd egymás szemébe nézni, egymás kezét fogva egy új világot teremteni. Köszönöm szépen! Áldom őt minden nap és minden hol.
Az első vasárnap angyala. 4 héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik. 4 angyal vár arra, hogy a földre hozhassa a csodát. Közülük egy angyal, kék köpenybe öltözve, leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, és keresni kezdi azokat, akik megtudják és meg akarják hallgatni őt. Azt mesélik, hogy advent idején 4 angyal érkezik a földre. Az első csak jár kell az emberek között, de azok annyira készülődnek az ünnepekre, hogy sokszor észre sem veszik, ki van közöttük. Az angyal azért száll az égből, hogy megnyissa a lelkeket egymás felé. A második angyal aranyszálból szőtt kosarat tart a kezében. Ez a kosár nagyon törékeny, de az angyal türelmes és kitartó, embertől emberig haladva kutatja azt, amivel megtöltheti. Azt keresi, ami súlytalan, végtelen, de nem kerül semmibe. Mégis mindennél többet ér. Keresi a reményt, a hitet és a szeretetet. Ezekből aztán az angyalok fényes csillagokat készítenek, hogy az emberek felemeljék tekintetüket, és az égre nézve szívüket boldogság töltse el. A harmadik angyal ünnepváró embereket keres, és ha talál, örömében megérinti őket egy fénysugárral. A fény ragyogni kezd az emberek szívében, lelkükbe békesség, a szemükbe csillogás költözik, a világ megtellik várakozással. A negyedik angyal kezében lantot tart, és énekel a tiszta szívű embereknek. Sok apró angyal kíséri, együtt zengik a béke, a szeretet és a születés dalát. Énekükkel felébresztik a földben szunnyadó magvakat, daluktól nőni kezd a fény, így lesz majd új élet tavasszal a földön. Aranyos Ervin, advent első gyertya. Advent első vasárnapján felgyullad egy gyertya fénye, melegíts át szívedet, legyen fénylő eredménye. Kezdődik a csodavárás, ahogy egykor Jézust várták, szeretettel, bizalommal a tűz lángját körülállták. A megváltó tiszta fényt hoz, szeretetet, ami éltet. Felemel a puszta földről, Isten fiává fogad téged. Szeretettel tárt ki lelked, öleld át a nagyvilágot, kímád azt, hogy minden ember itt a földön legyen áldott. Pilinszky János, advent. A karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt látja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek, kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár. Rónai György, advent első vasárnapja. Amikor a fák gyümölcsöt teremnek, tudhatjátok, hogy közel van a nyár. Tűzre dobhatsz, kertész, mert nem terem meg kolcságaimon más, mint a halál. Amikor jelek lepik el a mennyet, álmunkból kelni itt, az óra már. De ha hozzám jössz, pedig megüzented, angyalod mégis álmomban talál. Meg akartál rajtam teremni, rossz van, nem voltál res naponta jönni hozzám. Ajtón bezártam, ágam nevetett, éjszakámból felét fordítom orcám. Boríts be bőség, irgalom, hajolj rám, szülesd meg szívemben szeretet.
Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever and we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and near happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas baby, my snowman and me. My snowman and me. Baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Ooh, carry me without legs to run, honey. Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Ooh, hear my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby, I want you to know that I'm never leaving. Cause I miss the snow, feel that you'll be freezing. Yeah, you are my home for a season. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, that we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and kneel happily. Please don't cry no tears now at Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me. Baby. Tölteni a termet. Volt egyszer egy messzi-messzi ország, és abban a messzi-messzi országban egy pompás palotában élt egy nagy, nemes, gazdag király. Mivel élete a végéhez közeledett, el kellett döntenie, hogy a három fia közül melyiknek adja az országát. Ki lenne a legbölcsebb, legjobb király ennek a csodás, javakban bővelkedő országnak. Maga elé hívatta át őket, és így szólt. Kedves fiaim! Mivel mindháromatokat egyformán szeretlek, egy próbálni állítalak benneteket. Ez majd segít eldönteni, hogy melyik ötök kormányozza halálom után az országot. A feladat, amire kérlek, a következő. Palotámnak a báltermét pirkadattól éjfélig meg kell töltenetek színültig valamivel, akármivel. Akinek ez sikerül, az kapja meg a koronámat és a királyságomat. Kezdjed te, kedves legidősebb fiam! A legidősebb fiú gondolkozott, és mivel a környéken jó sok homok volt, azt gondolta ki, hogy majd színülti megtölti a termet homokkal. Nosza hozzá is látott. Száz szolga lapátolta, talicskázta vele a homokot, hordták pihenés nélkül, szakadatlan dolgoztak pirkadattól éjfélig. Ám hiába, a terem még csak félig sem telt meg. A középső fiú úgy gondolta, szalmával próbálkozik, hisz aratás volt, rengeteg a szalma, hát ha azzal sikerül megtöltenie a termet a padlótól a mennyezetig. Neki is száz szolga segített, hordták, hányták, vasvillázták, cipelték a szénát, izzadtak a melegben. Ám a pirkadattól éjfélig tartó kemény munka eredményeképp a terem még így is csak kétharmadáig telt meg. A legkisebb fiú következett. Pirkadatkor leült a bálterem közepére a földre, és nem csinált semmit. Egész nap csak ült és mosolygott. A testvérei elhőve kérdezték, hogy mint akar így megfelelni a próbán, de ő csak nyugodtan mosolygott. Majd, amikor elérkezett az éjfél, és jött a király, hogy megnézze, mit végzett a legkisebb fia, a fiú a bálterem közepén ülve elővette egy mécsest, és meggyújtotta. A mécses fénye egy szempillantás alatt betöltötte a bátermet, a padlótól a mennyezetig, a legtávolabbi sarkocskába, és zúgba is jutott belőle. A király szívét mérhetetlen melegség töltötte el, és így szólt. Fiam, látom, hogy nem csak okos vagy, hanem a szíved tele van szeretettel, alázattal és bölcsességgel. Kívánom, hogy
királyságod alatt ez a fény vezéreljen az uralkodásban. És a legkisebb fiú igazán méltó, bölcs és nemes királya lett az országnak. Tisztelt kiskomajsaiak, kedves egybegyűltek! Megkezdődött az idei adventünk, a 2023-as advent. Az advent szónak a jelentése eljövetelt jelent. Valakire várunk. Milyen érdekes dolog az, hogyha elgondolkodunk azon, hogy vannak körülöttünk emberek, bennünket szerető emberek, és mi is szeretjük őket. Az életünknek részei, és mi is részei vagyunk az ő életüknek. És mégis várunk. Mégis hiányzik valaki. Nem elégít ki bennünket a tulajdon, a modern ház, vagy a legújabb autó, legújabb technikai csoda, nem elég. Mert hiányzik valaki. És ez a valaki nem más, mint az Isten. Megköszönjük neki azokat a személyeket, akik ebben a földéletben a társaink, akikkel megélhetjük a legmélyebb egymásra figyelő, egymásért áldozatot vállaló szeretetet. És megköszönjük az Istennek őt magát, hogy ő jön. Hogy ő az, aki igazán
betölti az ember lelkének a legmélyét. Kívánom az idei adventben, jöjjön velünk szemben az Isten, találkozzunk vele, és hordozzuk őt addig, ameddig csak tudjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Urunk, mindenható Istenünk, áld meg adventi koszorunkat, és engedd, hogy a rajta levő növekvő fény utaljon arra a fényességre, amelyet te a lelkünkben gyújtasz, Krisztus, ami Urunk által. Amen.